Kezdjük is akkor el. Itt van már a stúdióban Kis Balázs Attila, ügyvezető tulajdonosa a Jobbfóliának. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, szia! Szó lesz majd ugye a tűzifáról is mindenféleképpen, hiszen ugye nagyon megnőtt a kereslet a tűzifa iránt, hiszen ugye a rezsivédett ár, gáz, illetve áram vonatkozásában ugye az átlagfogyasztás mértékéig marad, a fölött már ugye piaci árat kell majd fizetni a magyar háztartásoknak, és emiatt mindenki elkezdett tanakodni, hogy akkor hogyan fűtsön majd télen. Na, hogyan fűtsünk akkor télen? Igen, kicsit mondhatjuk úgy, hogy elég kaotikus a helyzet, hogy nagyon sokan találgatnak, hogy mi az, ami megoldás lehet. Itt például szóba került a tűzifa megoldásként is. Tűzifával kapcsolatban igazából pár dolgot érdemes megemlíteni. Az egyik az az, hogy most már egyre közelebb vagyunk ahhoz a részéhez, hogy valaki, ha mostani tűzifát szeretne vásárolni, nem biztos, hogy már száraz tűzifához fog hozzájutni, ami nagyon-nagyon nehezíti mondjuk a téli fűtést vele. Tegyük hozzá, hogy elképesztő kicsi lesz már a fűtőértéke, és mondjuk sokkal többet kell felhasználni, mert vizes fáról beszélünk, és ez egy nem elhanyagolható tény az, hogy annak idején például, amikor én is családi házban éltem és fával fűtöttünk, annak idején mondjuk volt ilyen 8-10 ezer forint körülbelül egy erdei méterfa, most meg már 50-70 ezer forintról beszélnek, ami hozzá kell tenni, hogyha most például egy normál átlagos családi házat nézünk, ahol mondjuk egy 10 köbméter fa elmegy egy fűtési szezonban, azért 500-700 ezer forint az elképesztő költség tud lenni. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb megoldás a tűzifa lesz. Erre mondjuk riportalanyként ugyanúgy föltették a kérdést, hogy lehet-e, hogy esetlegesen eltulajdonítanak majd fát. Ennek a növekedését mondjuk lehet, hogy számottevőbb lesz. De az, hogy most óriási tűzifa vásárlásba kezdenek bele az emberek, akik mondjuk magánszemélyként simán csak tűzifát vásárolnak, nem biztos, hogy a legjobb megoldást tudják választani. Ráadásul arról nem is beszélünk, hogy nem valószínű, hogy még az idei tél beállta előtt, vagy az őszi hidegek és a fűtési szezon előtt egyáltalán odaér hozzájuk ez a fa, mert már most hónapokra, sőt jövő őszre tartó váró lista van. Ahány ház annyi megoldás létezhet, van napelem, van klíma, fűtőpanel, hőszivattyú, tényleg lehetne sorolni, de nem minden jó mindenhova. Így van. Nagyon fontos tudni különben, hogy itt a legfontosabb dolog a fűtésben, magánháztartásoknál is, hogy a szigetelés. Hogyha szigetelés nincs rendben egy ingatlanon belül, akkor fűthetünk bármivel, adott esetben az nem lesz túlságosan költséghatékony. És nagyon sok család például most azért lehet az, hogy túllépi a megengedett határértéket, akár elektromos fűtéssel vagy gázfűtéssel, mert mondjuk nincsen szigetelés az ingatlanján, és nem azért fűt sokat, mert mondjuk nagyon nagy ingatlanja van, nem azért, mert sajnos az utcát fűti. Ezáltal mondjuk nagyon-nagyon fontos, hogy valakinek van rá lehetősége, elsősorban mondjuk ne azzal, hogyha van egy működő fűtési rendszer, ne a fűtés kezdje el cserélgetni, bár hozzá kell tenni itt is, hogy nagyon fontos, hogy vannak olyan elektromos fűtések, mindig az infra alapú fűtések, ami sokkal hatékonyabb tud lenni, mert testet, tárgyat melegít, de mondjuk, ha nincsen szigetelés az ingatlanon, hiába próbálják feltölteni a falat energiával, mikor azt érzik el, hogy kívülről jön a hideg nagyon, ezáltal folyamatosan szökni fog és el fog tűnni a meleg az ingatlanon belül, és ugyanúgy nem tud gazdaságos lenni. Hogyha egy mód és lehetőség van rá, nyílászáró és hőszigetelés, mert az, amivel rettentően tudjuk először csökkenteni a költségét, maga a rezsiköltségét az ingatlannak, és itt beszélhetek tetőszigetelésről, födémszigetelésről, vagy padlószigetelésről. Nagyon sokan például sajnos felújításoknál kifelejtik azt, hogyha a padlóhoz hozzányúlnak, legalább egy 2 vagy 5 centi szigetelés rakjanak bele, mert az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Hogyha most valaki ugye szeretne akkor szigetelés szempontjából változtatni, mennyi időbe telik? Ha én most kitalálom, hogy akkor mindenféleképpen cseréljük le, mert ugye jön a szezon, mennyi idő jelen pillanatban Magyarországon ez? Igen, sajnos ez is, amit megkérdeztél, ez nagyon-nagyon sarkalatos pont, mert azért egy nagyon jó szakember vagy olyan cég, aki adott esetben ezzel tényleg komolyan és gyorsan foglalkozik, előfordulhat, hogy most ez 3-6 hónap, és ez a fűtési szezonra már sajnos ez nem megoldható. Kicsit beszéljünk konkrétumokról, és tegyük föl, rendben van a szigetelés, jók a nyílászárók, és foglalkoztam a padló szigeteléssel is. Mik olyan konkrét lehetőségek vannak, amik most rövid távon már megoldást jelentenek, és mondjuk közép-hosszú vagy hosszú távon meg is térülnek? Itt jön szóba mindenféleképpen, ahogy mondtam, az infrafűtés, az is elektromos alapú fűtés, ezáltal megújuló energiával megtáplálható, hogyha egy napenergiával össze tudjuk kapcsolni a kettőt, akkor olyan hatékony tud lenni, hogy akár 0 forintra, vagy mondjuk a éves fenntartási díjra korlátozódik a költségünk, ami pár ezer, pár tízezer forint, és mondjuk valljuk be őszintén, hogyha egy éven keresztül fűtés és villanyszámlánk mondjuk 10-15 ezer forint, azzal azért hátra tud dőlni egy család, és azt tudja mondani, hogy ezt most ugye el tudjuk viselni.
ezért az infrafűtés mindenféleképpen tudom javasolni mindenkinek. Ott sem mindegy, hogy milyen infrafűtés, mert vannak olyanok, ami egy falra szerelhető technológia, ami szintén hősugárzóként funkcionál, lehet, hogy infratechnológia, de nehezen jut el. Innen jönnek szóba a fűtőfóliák, amit egész területen le lehet fedni egy ingatlanon belül, azaz infrasugár 4-6 méteren belül bárhova eljut, és akkor komfortossá tudja tenni az ingatlannak a hőmérsékletét, napelemmel megtáplálva, meg hát onnantól kezdve ez egy csodálatos technológia tud így együtt lenni. Vannak olyan praktikák, amiket alkalmazhatunk, hogyha nem tudjuk ezeket a közeljövőben, mondjuk a fűtési szezonig beszereltetni, akkor hogyan tudunk odafigyelni, mondjuk gázfűtése van az embernek, mikre próbálnak odafigyelni az emberek? Igazából bármelyik fűtést is használjuk, fontos az, hogy próbáljuk meg kicsit tudatosabban használni. Itt mondjuk a téli hónapokban azt szoktam észrevenni sok embernél, mondjuk a szellőztetés is olyan, hogy kinyitják, és 5-6 percen keresztül szellőztetnek. Teljesen fölösleges, mert az egész ingatlant lehűtjük, hogy szellőztetünk, 30-40 másodperces nagy húzatok azok teljesen tökéletes, és nem veszítjük el az egész helyiségnek, egész szobának a meleg levegőjét. Adott esetben sokan használják azt, hogy elmennek otthonról, és nincsenek otthon 8-10 órát, de a fűtést ugyanúgy fönnhagyják. Ez is rengeteget tud segíteni, effektíve igazából havi szinten mondhatjuk, hogy nagyon komoly ezres tételeket. Hogyha elmegyünk otthonról, nem kell teljesen levenni a fűtést, mert nagyobb energiaigénye van a háznak, hogyha levesszük nullára és visszaérünk akár adott esetben 2-3 nap múlva, és azt veszük észre, hogy mondjuk 10 fokon van az ingatlan, hogyha még nem is olyan jó a szigetelése, de hogyha 16 fokra valaki leveszi ilyenkor a fűtés, az teljesen költséghatékony tud lenni. Visszaérkezik, mondjuk mostanában nagyon sok esetben már van okos készülékkel, lehet vezérelni, megyünk hazafele, fölkapcsoljuk telefonról, és akkor azért azzal havi szinten, főleg, hogyha túllépjük ezt a határt, ezt a megfelelő határt, vagy ezt a megszabott határt, azért ott elég komoly költségek tudnak lenni. Tehát akkor egy temperálással vagy szinten tartással abszolút, akkor takarékosabbak tudunk lenni, mintha nulláról fűtenénk fel újra az egész ingatlant. Attila, köszönjük, hogy ide jöttél hozzá. Én köszönöm a meghívást.